minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. Az országban elsőként a hegyvidéken indult el olyan akció, amely a járda nélküli utcákban könnyíti meg a gyalogosok és az autósok biztonságos közlekedését. Felfestésekkel és figyelmeztető táblákkal hívják fel, főként az autósok figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül az úttesten. Vigyázzatok, jön egy autó, igyekszünk minél beljebb állni a kerítéshez. A Normafa óvoda lakóinak életében gyakran előfordul ilyen szituáció. Járda híján le kell húzódni az útes szélére. Mostantól az óvónénén kívül táblák és felfestések is óvják a kicsiket, vagyis jelzik az autósoknak, hogy itt más a közlekedési helyzet, mint általában. A hegyvidéken ugyanis az országban elsőként elindította az önkormányzat a Járjunk Együtt akciót, amely a gyalogosok és autósok közötti kultúrát, úttest megosztásról szól. 60 ezeren közlekedünk ebben a kerületben, sok esetben nagyon szűk, nehezen bejárható kacskaringós utcákon, amiket szeretünk, és nem szeretnénk betontámfalakkal, vályukkal elcsúfítani. Ezért inkább tanuljunk meg normálisan együtt élni. Idős emberként, autósként, kerékpárosként, babakocsit tologató, szülőként vagy gyerekként egyaránt találjuk meg a helyünket. Már pontosan nem is tudom, hogy indult ez a program. A lényeg az, hogy az utóbbi hetekben számos hegyvidéki polgár szavazott, hogy az ő utcája, ahol ő lakik, az ilyen szempontból érintette és fontos-e. Ugye nem szerettük volna ott elindítani ezt a programot, ahol a helyben lakók nem kérik. De a régi vicc, hogy ne kísérjük át azt a nénit a zebrán, aki nem akar átmenni. Tehát lehetőség szerint csak annak segítsünk, aki tényleg erre igényt tart. Így alakult ki egy lista, egy aránylag széles lista, ami fölmértük, hogy kb. 130 olyan utca van, ami szóba jön. Ebből kiválasztottuk azt a 10-et, ahol a legtöbben mondták, hogy igen, a mi utcánkban lesz gond, szeretnénk, ha itt elindulna, kapnánk ilyen táblát, fölfestenék az aszfaltra a figyelemfelhívó jeleket. Az egyenlőre kísérleti jelleggel bevezetett Járjunk Együtt akció mellé állt Jakubcsek Gabriella is, aki ugyancsak egy járda nélküli utcában él a kerületben. Ő egy másik előnyére világított rá a kezdeményezésnek. Több száz utca van ugye a hegyvidéken, ahol nem lehet járdát építeni. Én 15 éve élek itt, egy olyan utcában, ahol esélytelen is, és hát azért látom azt, hogy amikor most elindulok babakocsival, ami hát most már az unokám babakocsi, a kiskutyával, aki még nem tud közlekedni, a gyerekkel, a rollerrel, akkor esélytelenné válik az, hogy tudunk szabadon kijutni egy ilyen kicsi utcából. Van egy új szempont is, amit én most észrevettem, hogy nagyon sokan kerülő utakat találnak a hegyen, a dugóból, tehát átvágni Pasarét felé, és még sorolhatnám, és nem nagyon ismerik ezeket a kis utcákat. Tehát ez a felfestés, ez azért is egy fantasztikus ötlet lenne, vagy jól lenne, megvalósulna, mert akik nem nincsenek helyismerettel megáldva, azok már rögtön az elején, az utca elején látnák, hogy itt figyelni kell, hogy itt gyerekek jönnek. Szóval ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert egyébként van az, hogy 20-30-al próbál nagyon idegesen átjutni a hegyen, amit nagyon sokszor észreveszünk. A Járjunk Együtt akciónak otthont adó óvoda vezetője azt mondta, ők az udvaron is szoktak kisebb közlekedési parkokat kialakítani, és a gyerekek ott is rendszeresen gyakorolják a különböző helyzeteket. Tavaly az Őzike köznek a nagy szakaszát a hegyvidéki önkormányzat segítségével és támogatásával egy új burkolatot kapott, úgyhogy már innentől kezdve sokkal biztonságosabb az óvodába jutásunk. A másik szintén tavaly megkaptuk azt a címet, hogy biztonságos óvoda, és az ebből a címből kapott szakmai oktatói anyagot beépítettük a óvodáknak a nevelési tervébe, és projektként minden évben elő-elő szedjük. Illetve vannak olyan szakaszaink a nevelési területeken, hogy az autómentes nap köré szervezzük a programokat. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az udvarunk adja a lehetőséget annak, vagy arra, hogy itt a futóbicikliken keresztül jelző tábláink is vannak, berendezzünk egy közlekedési szituációt, és azon keresztül tudják gyakorolni a gyerekek a szabályokat. A hegyvidéken most bevezetett Járjunk Együtt akciónak egyébként további két eleme van. Az egyik egy keresztmódosító javaslat, az úttestre felfestett úgynevezett nyitott járdák fogalmának, illetve létének bevezetése. A harmadik eleme ennek a programnak, az első,
a védett utcák, a járjunk együtt táblával védett jelölt utcák, a második ez a bizonyos kressz módosítás, egy nyitott járda megalkotása, a harmadik pedig, ahol mégiscsak lehet járdát kialakítani, ott alakítsunk ki, és az erre szánt pénzt, ami körülbelül egy évente 40-50 millió forint, mi az előttünk álló években megduplázzuk. Bővebb információkat a kampányról a hegyvidék.hu internetes oldalon találnak. A várandóság ideje alatt hatalmas változáson megy át egy édesanya teste. A babavárás alatt felszedett kilóktól minden nő szeretne előbb vagy utóbb megszabadulni. Fontos azonban, hogy az édesanyák fokozatosan térjenek vissza régi életmódjukhoz és a mozgáshoz. Mai adásunkban a szülés utáni alakformálásról beszélgetünk vendégemmel, Mudra Ágnes, világbajnoki ezüstérmes body fitness versenyzővel. Szervusz Ági, köszöntelek a stúdióban, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél hozzá. Én is köszönöm a meghívást. Hát egy nagyon érdekes témánk van, és hát mi lenne az első kérdésem, mint az, hogy mikor érdemes elkezdeni szülés után a mozgást, az edzést? Hát akár természetes úton történik a szülés, akár császármetszéssel, minimum 6 hetet sajnos várni kell, de akkor is azt szoktam mondani a kismamáknak, hogy az orvos véleményét mindenképpen kérdezzék meg. Tehát akkor 6 hét után akár már el is lehet kezdeni. Igen, el lehet kezdeni. Milyen mozgásformát válasszunk? Azért célszerű, hogyha jól tudom, nem rögtön egyből belevágni, mint a szülés előtt, tehát súlyzós edzésekkel, hanem fokozatosan. Így van, a fokozatosság elve, azt mindig szoktam hangoztatni, a sportban a legfontosabb elv szerintem, hogyha sérülésmentesen, biztonsággal akarunk akár ugye visszaépíteni az életünkbe a sportot, a fokozatosság mindig nagyon fontos. Célszerű először egy kis rövidített edzéssel kezdeni, szépen minden alkalommal egyre több időt tölteni a sporttal, annyit, amennyit ki tudunk spórolni magunknak. Szerintem egy 30 perc az tökéletes lenne, az egy kis én idő is, egy kicsit tudunk egy magunkkal foglalkozni, és azt hiszem a baba mellől is el tudunk szabadulni egy fél órácskára. Meg sokan úgy oldják meg, nem, hogy a baba is ott van velük. Persze, meg lehet persze, oldani. Az is kivitelezhető. A mai világban annyiféle lehetőség létezik, meg kell találni azt, ami számunkra a legjobb. És hát rögtön felmerül a kérdés, hogy milyen pozitív hatása van a szervezetünkre a szülést megelőző szülés után, a szervezetünkre, a mozgásnak, az edzésnek, akár ugye testi, akár hormonális hatást, hogyha nézünk. Hát persze, és akár lelki, pszichikai hatást is, ugye sokkal inkább megelőzhető, illetve elkerülhető a szülés utáni depresszió, hogyha elkezdünk egy picit mozogni. Ugye a hormonok újra elkezdenek termelődni bennünk, endorfin termelünk, boldogsággal tölt el bennünket a sport, nem utolsó sorban magunkkal foglalkoztatunk, és persze a külalakunknak is használunk vele, ez mind-mind-mind pozitív, úgyhogy mind a testünknek, mind a lelkünknek jót teszünk egy kis mozgással. Azért sokan vannak úgy, hogy hát egyből negatív kritikát fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, aki rögtön már szinte a 6 hét után elkezd rögtön a testével foglalkozni, hát ugye nyilván zavarják a felszedett kilók, és hát miért nem a babájával. Ilyenkor te találkoztál már ilyen vendéggel, akit hát ilyen vádak értek? Nem találkoztam még. Szerencsére a családok általában támogatóak a kismamákkal szemben, de szerintem mindenki úgy jár jól. Eleve a kismamának a bőre, az állóképessége, azért egy gyereknek a nevelése azért állóképességet is igényel, lelkileg is könnyebben veszi a megterhelést, magára is van egy kis ideje, és a külalakját is sokkal hamarabb tudja. És aki eleve mozgott, ugye arról van szó most, hogy visszaállunk, nem pedig a szülés után elkezdünk valami újba, és belevágunk valami újba. Tehát azért az ő szervezete ehhez szokva van, és igényli akár az idegrendszere, akár a szervezete, hogy visszaálljon, mert ő úgy működik már jól. Azért, mert jött egy baba, azért nem kell mindenről lemondanunk, és tényleg legalább egy kis fél órácskát próbáljunk meg kisajtolni. Szerintem mindenki úgy jár a legjobban, hogyha hagyjuk a kismamákat is egy picikét magukkal foglalkozni. Jó, hogy ezt kiemelted, mert mi van azokkal a hölgyekkel, akik hát nem rendszeresen mozogtak a terhességük előtt, viszont hát hirtelen elkezdi őket zavarni, 10, akár 20 kiló is előfordulhat, hogy felszalad a 9 hónap alatt, és minél hamarabb szeretnék azért leadni, hogy ismét jó formában érezzék magukat. Nekik mit javasolsz, ők hogyan kezdjenek hozzá? Úgy, hogy előtte nem rendszeresen mozogtak.
Hát szerintem érdemes akkor rögtön egy kis baba-mama tornával kezdeni, azért az fizikailag nekik nem olyan megerőltető, mégiscsak elkezdenek egy kicsit mozogni, akár egyébként, főleg most jön a jó időből szabadban kocogni a babakocsival, ugye rengeteg ilyen kis mamát látni, hál' Istennek manapság, sétálni, kocogni a babával, egy kis közös programot, nem rögtön azért a legnehezebb sportokba belevágni. Van egy-két tévhit, amiket Ági szerintem oszlassunk el. Vannak nők, akik nagyon tartanak attól, hogy a mozgás miatt kevesebb lesz a tejük, de hogyha jól tudom, ez nem így van, ez nem befolyásolja a mozgás, a tejtermelést. Nem, dehogy is nem. Nagyon sokan félnek, ugye, hogy a mozgással, az izzadással, ugye méregtelenítünk, a mérgek hova ürülnek, nem ürülnek a tejbe, de nem. Természetesen ezek a vizelettel, illetve az izzadással távoznak belünk abszolút, a kisbabának semmiféle káros hatás nem fog érvényesülni ránézve. Abszolút nem. Ha jól tudom, akkor a szalonodban a speciális gépek segítségével még hatékonyabban el tudjátok azt érni, hogy hát még hamarabb. Igen, a megereszkedés, ugye a szüléssel túlsúlyt szedünk fel, aminek valamennyi része lemegy a szülés után. De a bőrünk azért ugye kitágult, ennek a rugalmassága azért hál' Istennek egész jó, de idő kell neki, mire visszamegy. Infrás vákumos fitnessgépekkel ezek nagyon szépen orvosolhatók, a bőrnek a feszesség, a rugalmassága szépen visszaáll. És amit mondtam a méregtelenítéstől, ugye ezek infrások, rengeteg mérget kiizzadunk, de ezek nem örülnek a tejbe. Szokták még kérdezni, hogy az ehhez használt krémek mennyire biztonságosak. Ezek szintén, ugye mivel lokális dolgokról beszélünk, lokálisan hatnak a tejbe, a véráramba, ezek semennyire nem kerülnek bele. Viszont annyi pozitív élettani hatása van ezeknek az infrás vákumosnak, hogy nem szabad tőle félni. A kisbabának semmilyen szinten nem lesz belőle káros következménye. Hogyan kell ezt elképzelni, ezeket a gépeket, tehát a gépen való edzést? Hát többféle kardiógép létezik. Fekvőbicikli, futópad, amint csak sétálunk, illetve van egy elliptikus taposógép a szalomban, mind a három nagyon közkedvelt, és ugye mind a három olyan mozgásforma, amit a kismamák is egész nyugodtan űzhetnek, és mivel csak 30 perces, ez könnyen kivitelezhető, hogy elszabaduljanak egy kicsit a családtól, meg vannak dumsztól vagy alakformáló krémmel és egy fogyasztó nadrággal, befekszenek a gépbe, vagy beállnak a gépbe, attól függ, melyiket választják, és 30 perc könnyed tekerés, séta a futópadon, vagy pedig egy jó kis taposás, szépen formálja a combot, a feneket, visszaállítja a bőrnek a feszességét, és hát nem utolsó sorban lélektani pozitív hatását, azt el sem tudom mondani. Eljönnek otthonra, egy kicsit kikapcsolódnak, és egy picit magukkal tudnak foglalkozni. Mik a visszajelzések azokkal a vendégeiddel, akik szülés után keresnek fel téged, és kezdenek újra foglalkozni az alakjukkal, edzeni, alakformálni? Nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapok, hál' Istennek nagyon-nagyon sok kismamám van, és először volt, aki nagyon aggódott, hogy például ugye a szoptatás alatt lehet-e, vagy nem lehet a tejtermelés, és senkinek semmiféle negatív tapasztalata szerencsére nem volt. Nyilván itt is a fokozatosság elve nagyon fontos, eleve betartjuk a vákumerősségek között is a fokozatosságot bizonyos szintnél, attól függ, szoptat a vendég, nem szoptat a vendég, nem is megyünk följebb, az erősségeket, az ellenállásokat, mindent szép fokozatosan betartunk, és nagyon szépen alakulnak vissza az eredeti állapotukhoz a vendégek. Tudunk esetleg eredményeket mondani? Kilókban nem nagyon mérik a vendégek, főleg centikben. Kapom a képeket, hogy ilyen nadrág volt, és most már ilyen nadrág lett, és ez nagyon-nagyon szép eredmény. És te mit szoktál javasolni? Nyilván egy idő után folyamatosan járni kezdenek edzeni, és nem hagyják abba, de mennyi idő kell még tényleg valaki, persze ez változó, de hogy valaki visszanyerje azt a, hát a szülés előtti alakját akár? Hát ez attól függ, mennyi maradt rajta a vendégen, mennyit tud eljönni, de azért általában egy pár hónap múlva már nagyon szépen mutatkozik a változás. Te szoktad azt is javasolni, hogy hát az edzőtermi, a szalonban történő edzést kiegészítse esetleg otthon végezhető edzésforma? Attól függ, hányszor tud eljönni a vendég a szalonba. Ha csak egyszer jön egy héten, érdemes mellé azért berakni még egy-két másfajta mozgás. De mondom, ez lehet a szabadban lévő séta, vagy kocogás, és akár egy kis babával végzett torna otthon, vagy lehet egy kicsit kézisúzóval dolgozgatni otthon, ezeknek semmilyen káros hatása ugye nem lesz.
vannak tévhitek, amikkel így megkeresnek téged, és elmondják a félelmeiket, hogyha van pár, akkor említsünk. Hál' Istennek azért egyre felvilágosultabbak, és mielőtt engem felhívnak, már utána néznek a dolgoknak, és úgy is hívnak fel, hogy tudják, hogy semmi nincs, és rögtön mondják előre, hogy még szoptatok, vagy nem szoptatok, de szerencsére már nem olyan aggódósak, mint régebben. Volt egy-két dolog így, hogy a krémek használatával melyiket lehet szoptatás alatt, lehet-e, illetve mikor lehet visszaállni szülés után, de más kérdésük általában nem szokott lenni. Sokan azért a biztosra szeretnek menni, itt arra gondolok, hogy szeretik azért szakértőnek a véleményét kikérni, illetve hát edzővel együtt edzeni, úgy jól gondolom, ugye? Igen. Ez függetlenül a szülés előtti állapotról beszélek, hogy azért sokan magabiztosabbak, hogy akkor biztos, hogy célt fognak elérni. Ezt te tapasztalod? Igen, nagyon szeretnek hozzám jönni, mert ugye a szalombaedzői segítséget kapnak, tudunk beszélgetni, tudunk segíteni a táplálkozásnak egy kicsit a beállításába, el tudom mondani, hogy mi a hiba a mostaniba, és hogy egy picit elterelgessem őket a helyes irányba. Igen, nagyon szeretik, és általában azt is szoktam mondani, ha valaki például edzőterembe, de bármilyen sportágot kezdjen el magától csinálni, az sosem vezet jóra. Az, hogyha hibákat kell utóbb kijavítani, az sokkal rosszabb, sérülés veszélyes, bármilyen sportról legyen szó, érdemes edzővel csinálni szerintem, igen. Sokkal biztonságosabb. És hát mindenki ahogyan érzi, hogyha valaki akár 3 vagy fél évet szeretne várni, akkor az is teljesen rendben van, viszont ha valaki minél hamarabb el szeretné kezdeni, akkor annak sincsen akadálya. Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk és beszéltünk a témáról. Köszönöm Én is szépen. Köszönöm. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva, viszontlátásra.